egyesek sorakoznak itt kupacba, kettesek mellé kupacba. Megbeszéljük, hogy mi is az, hogy erdő. Ugye kicsit kimegyünk az erdőbe, megnézzük, hogy a koratavaszi aspektus növényei azok hogyan is térnek el, vagy miben is térnek el a többitől. Azt követően, ugye hát fő program ez maga ez a kockás kotulilium, de ezen kívül ugye ilyen programot szerveztünk még nekik, hogy odukkal megismerkednek, ezeket az odukat kihelyezzük, az oduknak a típusaival, holtfákat megnézzünk, mint élőhelyeket, tehát elsősorban ez a fő három momentum az, ami a mai napra terv. Engem érdekel ez a tantárgy, és szeretem a természetet is, és így tovább mentem a felkészítőre, ott tanultunk érdekes dolgokat, sokat tanultam, és most már megint fokozódott az érdeklődésem a természet iránt. Nagyon szeretem a madarakat, az állatokat például, és volt olyan óra is, hogy madarakról tanultunk, a védett madarakról, és az is nagyon érdekes volt, meg az évmadarairól, meg a növényeiről. És az is tetszett ebben a felkészítő hétvégében, hogy előadást kellett tartani a saját falunknak egy helyéről például. Én például a Selánki erdőt választottam, mert ott nagyon szép a természet, sok a fa, és találtam egy bagolyköpetet is, ami arra utal, hogy baglyok élnek ott. Több éve a Magyar Természettudományi Társulattal együtt közösen megszervezzük a Herman Otto biológia verseny, Kárpát-medencei biológia versenynek a döntőjét, illetve ezt megelőzően felkészítjük a gyerekeket erre a döntőre. Ugye ez egy több lépcsős folyamat, először is azok a gyerekek, akik jelenleg most itt vannak, ők egy a KMPSZ által szervezett biológia vetélkedőn megmérettetnek. Majd ezt követően behívjuk őket erre a felkészítőre, aki elfogadja ezt a meghívást, az eljön hozzánk, és mi pedig megpróbáljuk őket olyan ismeretekkel ellátni, amelyeknek remélhetőleg nem csak a versenyen, hanem majd a továbbiakban is a hasznát veszik. Ezek a hétvégék már lezajlottak, megtörtént a döntő, úgyhogy most már megszületett a győztes. Két kislány fogja képviselni Kárpátalját majd ezen a nemzetközi Kárpát-medencei Herman Otto biológia vetélkedén, ez természetesen Magyarországon lesz. Hogy ez most milyen formában fog megvalósulni online, offline, ezt most még ugye nem tudjuk. És ennek a felkészítőnek egy része, egy programja az, amikor a gyerekeket kihozzuk a természetbe, és most itt az újonnan, a főiskola újonnan létesített erdei iskolájában szervezzük ezt az első programot, úgyhogy azért vagyunk most itt, és azért ilyen korán, mert hogy a kockás kotuliliumok azok korán virítanak, úgyhogy nem tudjuk az időt későbbre tolni, úgyhogy egyszerre szeretnénk nekik itt mindenféle ismeretet átadni, és legfőképpen megszerettetni a természetet. Kaptunk segédanyagokat, illetve videókat, amikből készültem szintén, és nagyon sok érdekes dolgot tanultunk, amit az iskolában eddig nem. Nekem nagyon tetszettek az olyan témák, mint mondjuk a bátorlégeti őslap, vagy az évállatai. Nagyon sokat segített nekem a program, hogy megszeressem a biológiát. Ugye itt most a gyerekek, akik részt vesznek, azok a megyéből, több faluból, tehát több településről is vannak. Tehát nem olyan egyszerű azért ide a Nagy-Dobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén lévő erdei iskolába eljutni, tehát ez egy komoly szervezést igényel az iroda részéről, úgyhogy ezt ezúton is köszönjük neki, hogy ezt lehetővé teszi, hogy mi a gyerekekkel foglalkozni tudjunk, ők pedig minél inkább több ismeretre tegyenek szert.